Fákat ültetnek a pécsi civilek, családok a Baranyai megyeszékhelyen a Békeparkban szombaton. Köztük volt Katrainer Tünde is. Ők képviselik azokat a háztartásokat, akiknek megmérték a karbon lábnyomát tavaly egy pályázat keretében. Tünde azt mondja, takarékosan élnek családjával, figyelnek rá, hogy ne pazaroljanak. Kapcsold le a lámpát, kapcsold le a fűtést, hogyha nem vagy otthon. Csomó mindent így csinálunk. Ugye közel áll hozzánk ez a szemlélet, és kíváncsiak voltunk, hogy ennek ellenére, hogy keveset fogyasztunk, illetve tudatosan fogyasztjuk az áramot és mindenféle energiát, hogy mi az, amit még tehetünk. A végeredmény az lehet, hogy le kell cserélnünk a hűtőt, mert ez valószínűleg sokat fogyaszt. Tehát, hogy kaptunk ilyen fontos információkat, azon kívül, hogy valószínűleg azért tehetünk apró pici lépésenként a globális dolgokért is. Az energiafogyasztásuk alapján határozták meg, mennyire terhelik a környezetüket napi tevékenységeik során a vizsgálatban résztvevő családok. Ebben egy gödöllői cég vett részt. Kiszámoltuk a háztartásnak, a 21 háztartásnak a 2020-as karbonlábnyomát, tehát az összes energiafogyasztás, utazáshoz, táplálkozáshoz kapcsolódó széndioxid kibocsátást, és ebből jöttek ki eredmények, ami most ennek a 27 családnak az átlagában, ha jól emlékszem, 2,7 tonna volt per fő, ami éves szinten, ami most egy nagy számnak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy a magyar átlag az 5 tonna körül van, tehát akkor ez a 21 család nagyon jól teljesített. Ez a 2020-as évre vonatkozik, ami azért csalóka, hiszen a Covid-járvány miatt nem utaztak a családok, főleg otthon voltak, de azért így is tudnak hasznos tanácsot adni nekik. A Pécsi Mami Egyesület szervezte a karbonlábnyom mérést itt helyben. Az itt megjelent családok gyakorlatilag egy online kérdőíven adtak számot arról, hogy mennyi az energiafogyasztásuk, étkezés, utazással kapcsolatos információkat, és minden család egyedi kiértékelést kapott, illetve készült egy összefoglaló is, amiről a Green Dependent Intézet most a hátam mögött egy összefoglalót fog majd tartani. És gyakorlatilag ennek a projektnek, ennek a kutatásnak a zárása a mai alkalom, amikor itt Pécsett a Békeparkban 9 darab kis magyarófát ültetünk el közösen. A faültetéssel és a széndioxid szint csökkentése mellett állnak ki. A kutatásban résztvevők azt mondják, mindenki tegye meg a saját háztartásában, amit kell a föld megőrzéséért. Nem szabad várni a politikai döntésekre, egyénileg is lehet felelősen élni. Mint ismert, 2050-re tűzte ki a karbonsemleges Magyarország létrejöttének dátumát a köztársasági elnök. Ez azt jelenti, addig el kellene érni, hogy a napi tevékenységeink miatt légkörbe jutó széndioxid mennyisége megegyezzen azzal, amit a természet fel tud dolgozni, és nem halmozódik fel a légkörben.